A Szent István Művelődési Ház ad otthont a kaktuszgyűjtők hagyományos kiállításának. Az érdeklődők rácsodálkozhatnak a világ minden tájáról honos fajtákra. Az egyedi sokszínű tárlaton maguk a gyűjtők is megosztják tudásukat a különleges fajtákról. Sok olyan növény van, amit érdemes és szoktak is gyűjteni, hogy mi miért pont a kaktusz gyűjtjük. Én ezen még sohasem gondolkoztam, de talán azért, mert egyrészt nagyon változékonyak, nagyon sokfélék, nagyon szépek tudnak lenni, akár virágzás nélkül is. Amikor virágba borulnak, akkor különösen, és hát nem minden embernek sikerül virágoztatni egy kaktuszt, tehát van ebben egy kis kihívás is. A nagyszabású seregszemlét a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének székesfehérvári csoportja rendezi, amely több évtizedes múltra tekinthet vissza. A környékbeli gyűjtők, termesztők a kaktuszok mellett pozsgás növényeket és néhány különlegességet is bemutatnak. Ami számomra vonzóvá teszi a kaktuszokat, hogy igazából, ha az embernek nincs ideje éppen foglalkozni vele, és egy pár hétig vagy hónapig mégis magára hagyja, nem sínyli meg, tehát nem bosszulja meg, a kaktusz ezt is túléli. Igazából azt szokták mondani, hogy a kaktusz inkább a túlgondozásba tud belpusztulni, mint az elhanyagoltságba. A kiállítás szombaton és vasárnap 10 és 18 óra között látogatható.